Önök a Határtalanul című magazin műsorunkat látják, köszöntöm Önöket. Idén 30 éves a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A KMKS 1989-ben alakult Ungváron, mint a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet. A szövetség alapvető feladata a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme, miközben tevékenységét a nemzetközi jogi normáknak és Ukrajna alkotmányának törvényeinek tiszteletben tartásával fejti ki. A KMKS a kárpátaljai magyarság egyéni és kollektív jogainak érvényesítése érdekében javaslatokat dolgoz ki az állami szervek felé. Képviselőjelölteket állít, választási kampányt folytat, szószólókat és tanácsadókat delegál az állami és önkormányzati szervekbe. Szorgalmazza a magyar nyelv használatának a törvényes keretek közti kiterjesztését a társadalmi lét valamennyi területére. Elősegíti kulturális értékeinek megőrzését, hagyományaink ápolását. Gondoskodik nemzeti ünnepeink, történelmi évfordulóink méltatásáról. A szövetség idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. 1920-ban még Szovjetunió volt, és akkor úgy tűnt, hogy lehet már szervezkedni, és a különböző kárpátaljai magyar értelmiségiek keresték a lehetőséget arra, hogy létrehozzanak egy magyar szervezetet. Korábban ez nem volt lehetséges. Létrejöttek bizonyos ilyen körök, irodalmi körök, kulturális körök, és amikor 1989-ben létre lehetett hozni a ukránoknak egy ilyen anyanyelvi társaságot, utána a magyarok is úgy gondolták, hogy és eljött az az időszak, amikor talán a párt megengedi azt, hogy létrejöhessen egy nem állami szervezet. És 1989. február 26-án Ungváron összegyűlt egy nagyobb csoport, kárpátaljai magyar értelmiségi, és itt dőlt el az, hogy létre fognak hozni egy ilyen érdekvédelmi szervezetet. Nem volt egyértelmű, hogy milyen lesz, hiszen akkor még a pártnak, a titkosszolgálatnak a befolyása erős volt, és ők abba az irányba próbálták befolyásolni az alakulást, hogy jön létre egy ilyen szovjet-magyar baráti társaság, vagy pedig egy ilyen csemadokszerű félállami szervezet, amely kapna állami támogatást is. Azonban az ott jelenlévő emberek másképp döntöttek, és ez döntő módon befolyásolta a későbbi történelmét a KMKS-nek és a kárpátaljai magyarságnak is, hiszen egy olyan embert választottak meg elnöknek Fodó Sándor személyében, aki korábban is ellenzéki volt, egy egyetemi tanárt, és úgy döntöttek, hogy ez egy független társadalmi szervezet lesz, és ekkor indult meg az a folyamat, amely máig hat, és hát nagyon érdekes az, hogy ez volt az első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet a II. Világháború után. Meg fogjuk ülni a 30. évfordulónkat, ez egy különleges dolog. Mi vagyunk tulajdonképpen a Ukrajnában a legrégebb olyan szervezet, amely 1989 óta folyamatosan működik. Ez egy nagy dolog, és ez a szervezet soha nem adta fel azokat a célkitűzéseit, amit kitűzött 1989-ben a kárpátaljai magyarságnak az érdekvédelmét. Lesz egy külön ünnepségünk, ahol emléktáblát fogunk elhelyezni. Ez is egy érdekes dolog azon az épületen, ahol a szövetség megalakult. De itt vannak a napi dolgok, ugye választások, elnökválasztások, parlamenti választások lesznek az idén Ukrajnában, és hát a helyzet az nem különösebben rózsás, több van teendő bőven. Az elmúlt 3 évtized politikai változásainak ellenére a szövetség célja ugyanaz maradt, a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme. A különös mindig ugyanaz volt, a kárpátaljai magyarság érdekeinek a védelme és a kárpátaljai magyar nyelv, kultúra, oktatásnak a elősegítése Kárpátalján. És hát rendkívül viharos időszak volt ez az elmúlt 30 év, hiszen ez egy emberöltő. De nézzük azt, hogy ebben az elmúlt 30 évben mi történt, hogy a Szovjetunió széthullása, Ukrajnának a megalakulása, Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, a NATO-hoz, 3 forradalom Ukrajnában, különböző más események, tehát különböző időket éltünk meg, és azt hiszem, hogy nem tartana itt a kárpátaljai magyarság, hogyha
ez a szervezet nem jön létre, akkor is nem ilyen formában. Akkor ezekhez a 89-ben nem lehetett tudni igazából azt, hogy mi lesz. És hogyha belegondolunk abba, hogy milyen változások történtek ebben az elmúlt időszakban, akkor azok nem voltak sem beláthatóak, sem nem lehetett rájuk felkészülni. Azonban nagyon fontos volt mindig az, hogy végül is sikerült létrehozni egy olyan szervezetet, amely ebben a rendkívül vihas időszakban is hely tudott állni, és azt hiszem, hogy nagy mértékben befolyásolta a kárpátaljai magyarságnak a sorsát, történetének egy alakító tényezője lett, és hát végül is sikerült eredményeket elérni. Nyilván az, hogy a külső körülmények hogy fognak alakulni, azt nem lehetett belekalkulálni. Azt hiszem, hogy a kárpátaljai magyarság és a KMKS is az elmúlt időszakban megtette azt, amit kell, és megtette azt, amit lehet. A szövetség kapcsolatok kialakítására törekszik a Kárpát-medence más magyar politikai és kulturális szervezeteivel. Külkapcsolatainak súlypontját az anyaországgal való együttműködés képezi. Lényegesnek tartja, hogy törekvéseit a nemzetközi fórumokon is megjeleníthesse. A magyar nemzet részeként a nemzetiségek között vállalja a hit szerepét, előmozdítja a népek közötti kétoldalú, kölcsönös jó viszonyt, és elősegíti a nemzeti azonosság tudat megőrzését és elmélyítését. 89, ugye az Annus Mirabi része a csodák éve, akkor olyan dolgok történtek, ami korábban nem volt elképzelhető, hogy lesz ilyen, és a történelem menete nagyon fölgyorsult. Ugye 89-ben Magyarországon a nemzeti kerekasztal, a köztársaságnak a kiáltása, a szabad választások, a berlini falnak a leomlása, a romániai forradalom, Ceausescu-i kivégzése, többi más magyar határátkelő szervezetnek a megalakulása, aztán később az Antal kormánynak a megalakulása, és a határoknak a megnyilása, az, hogy lehetett jönni Magyarországra. Ezek mind olyan dolgok voltak, amelyek rendkívül gyorsan történtek, és amelyek korábban ugye egyfajta nem voltak elképzelhetők, és egy csodakét hatott. És hát Kárpátal az egy különleges helyzetben volt korábban, mert ugye tudjuk azt, hogy a Szovjetunióban vasfüggöny volt a szomszédos ország között, még mondjuk magyarországi lakosság az járatott a szocialista országokban, meg nyugatra is. Mi nem mehettünk sehova. És utána nagyon gyorsan kialakult a kapcsolatrendszer a magyar kormány irányába, kialakult a kapcsolatrendszer a több más határonti magyar közösségek, szervezetek irányába. És akkor megkezdődtek azok a célkitűzések, hogy mit is kell ebben a helyzetben csinálni, ugye Ukrajnának a függetlensége még a szovjet idejében úgy tűnt, hogy lehetséges egy autonómiának a létrehozása, de minden esetre a nyelvi oktatási jogainknak a szélesítése, és ebbe a rendkívül izgalmas korszakba vetettük bele magunkat ebbe a küzdelembe, ahol számos eredményt sikerült elérni. Azonban a későbbiekben a történelem számos módon fordult, és számos küzdelmet kellett megvinni. De ennek az egésznek az alapjai ugye a 90-es évek elején kerültek megteremtésre, és ezeket a küzdelmeket akkor kellett megvinni. És a legtöbb eredmény tulajdonképpen ebben az időszakban 90-96 között sikerült elérni. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése, amely magába foglalja az oktatási és közművelődési intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magántanintézmények alapításában. A mai kor az a múltban gyökerezik, ugye a 90-es évek elején nagyon sok minden történt, ami befolyásolta a lehetőségeket. Ugye 89 után világossá vált, vagy talán 91-ben a pucs idején, hogy a Szovjetuniónak a széthullása be fog következni, hogy nem egy ilyen szervezet átmenet lesz, hanem egy széthullás. Az is nyilvánvalóvá vált az ukrán-magyar alapszerződés körül, hogy az akkori magyar kormány az Európai Unióhoz való csatlakozást teszi előtérbe,
és emiatt ugye a kárpátaljai magyarság vagy más magyar közösségnek a küzdelme bizonyos keretek között tudja támogatni. És az is nyilvánvalóan vált, hogy az újonnan létrejött államok azok egyfajta egy olyan nemzetépítésbe fognak bele, vagy pedig olyan politikát fognak folytatni, amely a kisebbségi jogoknak a szűkítésével fog járni. Tehát ezek látszottak, ezek a folyamatok akkor beindultak, de akkor kialakult az a eszköz és kapcsolatrendszer, amely a magyarországi támogatások, a különböző határmenti magyarsággal foglalkozó hivataloknak a felállításával kialakult egy rendkívül mély együttműködés az anyaország és a határmenti magyar közösségek között. Másik, ami szerintem mindenki számára nem várható volt, vagy meglepetés volt az, hogy azt gondolta volna valaki, hogy már a szocializmusban fölnőtt nemzedékek számára a nemzeti érzés, vagy a nemzeti összetartásnak az érzése, az nem lesz annyira fontos, ez nem így történt, hiszen a leglényegesebb eredményeket a nemzeti kérdésekben éppen akkor még nemzedéki Fidesz kormányok idején értünk el. A nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzatnak sikerült elérnie, hogy egyre többen érdeklődjenek a különböző rendezvényeik iránt, így egyre többen vesznek részt aktívan a város, valamint a szervezet kulturális életében is. Az elmúlt évek munkáinak köszönhetően egyre többen érdeklődnek a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat programjai iránt. Egyre nagyobb létszámban vesznek részt a rendezvényeken, és egy összetartó közösségé alakultak. Szofilkánics Judit 8 éve elnöke a nyíregyházi ukrán önkormányzatnak, amely 2002 óta aktív a megyeszékhelyen. Sok munka van. Azt szeretném mondani meg, hogy ez egy egész embert kívánó munka, mert rengeteg rendezvény van, nem csak az ukrán, hanem mi aktívan részt veszünk a város életében. Bármilyen rendezvény, ünnep, állami ünnep, kisebb ünnep, nagyobb ünnep, mi szeretünk részt venni ezeken a rendezvényeken, és együtt élni az egész országgal. Terveink szinte mindig valósulnak, mivel elég sikeresen szoktunk pályázni, és ilyenkor pályázatokat nyerünk, szép utakat teszünk meg, kirándulunk, könyvkiadás, a vasárnapi iskola gyerekeinek ajándékok, ünnepek rendezése, nagyon szép mikulási ünnepeket szoktunk rendezni, és minden hónapban van egy rendezvény a munkatervünk szerint. Például e hónapban, 23-án, az Ukrán Kultúra Napja Magyarországon kereteiben lesz egy találkozónk egy ukrán újságírónővel és költőnővel, aki költővel, aki bemutatja munkásságát, új könyveit. Úgy szintén ez idő alatt egy rajzverseny fog folyni a vasárnapi iskola tanulóinak, és majd ez a verseny díjazva lesz, hogy a gyerekeket is lefoglaljuk ez az idő alatt, és egy tanárnő fogja ezt a munkát végezni. Az önkormányzat fontos feladata, hogy az adott nemzetiség kultúráját, hagyományait, nyelvét és tradícióját bemutassák és népszerűsítsék akár azok számára is, akik már Magyarországon születtek. Megtartjuk szépen hagyományosan az ünnepeket, ápoljuk a nyelvet. Nagy dolognak tartom azt, hogy ilyen rendszeresen működik az iskolánk, mert nem könnyű dolog a gyerekek, azok az én kis hőseim, mert ő egy rendes iskola után 4 órakor a nagy hátizsákkal, felszereléssel jön ukrán órára. És ez a szülőknek is, és a gyerekeknek is elég nagy munka. De szeretettel jönnek, és sikerült már egy 10 fős fiatalokból álló csoportot megszerveznünk, akik már befejezték az iskolát, tanulnak egyetemeken, stb., de összetartanak,
és úgy szintén aktív tagjai a mi csoportunknak. Ezen kívül nagyon sikeresnek tartom azt a kezdeményezést, amit néhány évvel ezelőtt elkezdtük, a magyar nyelv oktatását és a magyar helyes írási oktatását. Ez ilyen kurzusok szerint ciklusokba folyik, mikor összegyűlik vagy 7-8 ember, hogy na ők szeretnének járni, akkor magyar tanárokat kérünk meg, és megtartják az órákat, és így folyik ugye a helyes beszéd és a helyes írás oktatása. És ezre nagyon nagy szükség van, most újra fogunk indítani nyár előtt, tavasz végén egy csoportot, és hirdetve van, hogy aki szeretne járni, jelentkezzen. Nincsenek nekünk olyan nagyon nagy összekötetéseink, meg ismeretségeink, de persze első dolog az a munkahely. A munkahely, mert ha a fiatalok fordulnak hozzánk, hogy például legalább 4 órát takarítani, bármit, csak hogy emberek között legyen, hogy tanuljon meg magyarul. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és még eddig szinte mindenkinek sikerült segíteni. Egy-két évet dolgoznak, utána mehetnek saját szakmájukba dolgozni. Nővérkékről van szó például, most egy nővérke szeretne beilleszkedni, megtanulni helyesen magyarul. Neki fogunk segíteni, el is fog majd jönni, és megyünk vele. Úgyhogy igen, segítünk más dolgokban is, persze. Tudja, hogy mennyi rengeteg iratot kell, fordítások, a kölcsönfelvétel, házbérfizetés, meg ilyen dolgokban mindig kell, hogy legyen egy segítő, hogy helyesen értse meg, amit mondanak neki, és időben lépjenek, stb. Segítünk. Sőt, van egy pár ügyvéd barátunk, akik szintén úgy érzik, hogy segíteni kell, és akkor, ha olyan nagyon bonyolult kérdések vannak, ők segítenek. Az önkormányzat tagjai között magyar nemzetiségűek is vannak, olyanok, akik a nyelvet szeretnék megtanulni. Így például, amikor valaki a gyermekét elviszi az ukrán tanórára, akkor ő is ott marad az iskolában. Pontosan 96 fővel működik a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat, azonban most csatlakozik majd további 3 család, így már 100 fő fölötti lesz a létszám. Ez érdekes, mert nekünk 2 karácsony van, 2 Mikulás, 2 húsvét, 2 pünköst, és nincs különbség. Mind a 2 szépen megtartjuk, és ez kint Kárpátalján is mondjuk így volt, mert ott is sok vegyes házasság van, család, nem teszünk különbséget. Úgy, ahogy kell, naptár szerint, szépen, magyar húsvét, ukrán húsvét, és így tovább. Ezzel soha nem volt nálunk probléma, és ezzel vagyunk még gazdagabbak, mint a többi emberek. Ugye március 15 az nálunk egy kötelező, szinte kötelező, nagyon szívesen részt vesznek a gyerekek, a felnőttek, koszorozunk. Ez egy gyönyörű, szép ünnep, úgyhogy ez olyan nagyon-nagyon fontos nekünk. Azon kívül, hát minden magyar pirosbetűs ünnepben részt veszünk. Terveinkben sok különböző ünnep van, meg nem csak ünnep, csak sima szórakozás. Most sikerült elérnünk, hogy február 23-án lesz a Magyar Kultúra Napja Magyarország, az Ukrán Kultúra Napja Magyarországon, de március 23-án egy fergeteges koncert lesz az egyetemi Kodály Zoltán nagy teremben. Sikerült a Kárpátaljai Ukrán Nemzeti Népkórust meghívnunk, 50 tagot, és egy gyönyörű szép koncertre. Szeretettel várunk mindenkit, már most úgy vegyék, hogy megvan mindenki hívva, mert ingyenes lesz a belépés, és hely lesz bőven, nagy terem. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, mert már
7 éve vágytam erre, álmodoztam, hogy milyen jó lenne. Ezen kívül persze volt a Virszki, Híres, Kóros, a Virjovka, vannak előadások. Egy évente egy ukrán híres koncertet mindenféleképpen meg szoktunk vagy szervezni, vagy megnézzük Budapesten, mert tartjuk a budapesti országos önkormányzattal is a kapcsolatot, és sokat segítenek, és ha olyan rendezvény van, amit úgy gondolunk, hogy na, akkor mi is részt vennénk benne, egy busz, beülünk, és megyünk, és akkor együtt ünneplünk. Ugyanúgy volt az idén a Holodomor napja, megtartva a Holodomor, az egy éhínség. Hát ez egy nagyon szomorú történelmi esemény Ukrajna életében, biztos már sokan hallottak róla, és Budapesten nagyon szépen lett megtartva, és akkor olyan 70-en részt vettünk innen Nyíregyházán is ezen az ünnepségen. Ugyanakkor parlamenti kirándulásunk volt, érdekes módon ukrán nyelven hallgattuk az idegenvezetőt, úgyhogy igyekszünk minden színesen élni. Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a nyíregyházi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal is. Én még amióta itt vagyok, nem találkoztam azzal, hogy valaki nekem nemet mondott volna. Ha az ember kér, akkor adnak és segítenek. Kopogtatok, segítenek. Bármilyen kis apróság lehet ez, de akkor is úgy jól esik. Például mi baráti kapcsolatban vagyunk, és együttműködési szerződésünk van az eperjesi ukránokkal Szlovákiában, a veszprémi ukránokkal, szegedi ukránokkal, az önkormányzatokkal, hát szinte mindegyikkel mondjuk, a városiakkal, mert Budapesten ugye egymaga van 11 önkormányzat, de mi inkább az országossal vagyunk jobban, mert ők tartják össze az összes önkormányzatot. Tavaly nyertek egy pályázatot is, amelynek köszönhetően sikerült kiadniuk a Tanuljunk Ukránul című könyvet, amit a vasárnapi iskolában is használnak. Úgy van a könyv összeállítva, hogy életünkből vannak benne fotók, például ez az Udvari István úr emléktáblája, ez meg az Eperjeskei iskola, amelyik felvette az ő nevét. Hát itt látjuk ugye a Tihanyi apátságon, a Holodomor gyertya, Tarasz Sevcsenko gyönyörű szobra Budapesten, azon kívül sok más esemény fotói, amely a mi életünkből, és úgy szintén Magyarországon élő ukránok életéből mutat bemutatót. Hát például így. Minden téma a mi fotóinkkal kezdődik. Meg szerintem egy jó könyv, sajnos hivatalosan Ukrajnában nem tanulhatnak belőle, mert nincs az Ukrán Oktatási Minisztérium által elfogadva, de fakultációban igen. Úgyhogy most ebből a sok könyvből, nem akarom megmondani pontosan mennyi, bőven kapnak Kárpátalján könyveket, mert szeretik a diákok, azért, mert sokan dicsérik, csak úgy dicsérik, hogy dicsérik, mert látják, hogy jó. Én meg most elárulom, ez úgy van, hogy nem mondom meg senkinek, de megmondom mindenkinek, hogy ez eleve idegen nyelvként vezeti be az ukrán nyelvet. Azért könnyű belőle tanulni. Közel egy teljes évtizede húzódó jogi és politikai procedúra ért véget 2017 áprilisában Strasbourgban, amikor az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők jelentős többséggel fogadták el az ukrán állampolgárok vízummentességét. Ezzel a lehetőséggel azonban csak azok élhetnek, akiknek úgynevezett biometrikus útlevelük van. Egyes vélemények szerint az Európai Unió korábban nem állt készen arra, hogy egy olyan államnak adjon vízummentességet, amely harcban áll egy szomszédos országgal, és a keleti határai nincsenek biztosítva.
Ezért az Európai Uniónak több olyan biztonsági intézkedést kellett meghoznia, amivel egyfajta védelmet biztosított saját magának. Ez volt az úgynevezett visszavonási törvény, ami arról szól, hogy bármilyen okból kifolyólag veszélyeztetve érzi magát az Európai Unió egy olyan állam által, amelynek vízummentességet adott, akkor gyakorlatilag egy tolvonással vissza lehessen vonni a vízummentes beutazásnak az engedélyét. A szabályok értelmében így fel lehet függeszteni az úgynevezett harmadik országokkal, vagyis az Európai Unión kívüli országokkal kötött vízummentességi megállapodásokat. Az adott országok polgárainak ismét vízumot kell igényelniük a beutazáshoz, ha a honfitársaik nagy számban illegálisan tartózkodnak az unió területén, vagy nagy számban tagadják meg tőlük a belépést annak területére, továbbá akkor, ha jelentős mértékben emelkedik az adott ország állampolgárai által beadott, nem megalapozott menedékkérelmek száma, vagy ha a küldő ország részéről a visszafogadási hajlandóság csökken. Visszaállhat a vízumkötelezettség abban az esetben is, ha az EU-n kívüli országok állampolgáraihoz köthetően veszélyeztetetté válik egy uniós tagország belső biztonsága. A kárpátaljai magyarság részére hál' Istennek egy sor olyan dolog volt biztosítva, ami ezelőtt sem tette nehézkesé a határátlépéseket. Gondolok itt például a kishatárforgalmi engedélynek a birtoklására, illetve a kettős állampolgárság intézményrendszerére is, de természetesen amennyiben ukrán állampolgárként jelentkeznek belépésre ezzel az útlevéllel, a biometrikus útlevéllel, számukra az nagyon nagy könnyebbség, hogy nem kell vízumot váltani, illetve hát az ezzel kapcsolatos vízumdíjakat sem kell megfizessék. Ez nagyságrendileg pár 10 eurót jelent, tehát egy 50 eurós nagyság összeg, de hát természetesen amennyiben az utazáshoz kapcsolt, és ezt meg tudjuk spórolni, az egy segítség. Ukrán állampolgárok turistaként, üzleti céllal vagy a tartózkodási időszakot nem meghaladó idejű tanulmányi kurzusokra utazhatnak be vízummentesen az Európai Unióba. A biometrikus útlevelek azért különlegesek, mert tartalmaznak egy csippet, amelyen a hatóságok eltárolják az útlevél tulajdonosának valamilyen személyi adatát, az arcképmását és az új lenyomatát is. Természetesen ez látható jelzéssel megjelölésre kerül valamennyi ilyen útlevél, amely egy egyezményes jelzés, ezt ismerik valami kollégáim, illetve hát a utazó közönség számára is felismerhető, és ezek egy modern kibocsátású útlevelek családjába tartozik, tehát természetesen a legmodernebb védelmi és biztonsági jegyekkel vannak ellátkezik. Mivel egy mélyebb tartalmú ellenőrzést tesz lehetővé a benne foglalt csíp és ennek az adott tartalma, ezért az ehhez kapcsolt jogok bizonyos könnyebbséget jelentenek az ilyen útlevelek birtokosainak. Általában elmondható az, hogy jelenleg a vízumrendszernek az enyhítése, illetve átformálása egy ilyen feltételhez kötött, hogy biometrikus útlevellel rendelkezzen az utas, és ezért is került ez bevezetése, mint egy utolsó feltételként Ukrajnával kapcsolatban a vízummentesség. Amikorra megszületett a vízummentességet garantáló megállapodás, már több mint 1 millió ilyen biometrikus útlevelet bocsájtottak ki Ukrajnában. A bevezetést követően mégis nagy ugrás mutatkozott az igénylések számában, sok helyen sorok alakultak ki, és megnőtt a várakozási idő is ezekre a dokumentumokra. Anyagi vonzata jelenleg már csak az útlevélnek van, ami nagyjából egy 20 ezer forintos összeget jelent, melyért cserébe 10 évre megkapja az igénylő az útlevelet. Ezekkel kapcsolatban azonban fontos tudni, hogy az ukrajnai magyar kisebbség tagjai nem pusztán Magyarországra, de Nagy-Britannia és Írország kivételével az Unió bármely más tagállamába is szabadon utazhatnak. Maga az alaptartózkodás, a rövididejű tartózkodás szabályai azok nem változtak az ő esetében sem, illetve azoknak az utasoknak az esetében sem, akiknek biometrikus útlevelük van, tehát bármely 180 napon belül 90 napot tartózkodhatnak. Korábban a vízum rezsim keretében, amennyiben beutazott az utas, akkor ez annyiban volt szigorú, hogy a vízum érvényességi idején belül tartózkodhatta le ezt a bármely 180 napon belüli 90 napot. Arról statisztikai adattal nem rendelkezünk, hogy hányan használják a biometrikus útlevelet, illetve hogy ez a szám mennyire nőtt. Azt tapasztaltuk az elmúlt évi bevezetés követően, hogy természetesen volt egy felfutása ennek. A kezdeti időszakban még egy páran jelentkeztek ezzel belépésre. Aztán azt lehet mondani, hogy a kibocsátás, ezeknek az útleveleknek a kibocsátása megnőtt, egyre többen és többen térnek át ezeknek a használatára, és mára azt lehet elmondani, hogy szinte majdhogy nem kizárólag ezzel az útlevelekkel lépik át az államot. Az ukrajnai magyar kisebbség számára így lehetőség van a kettő közül bármelyik állampolgárságát igazoló útlevéllel átlépnie a határon. Azt lehet elmondani, hogy tapasztaljuk ezt is azt is, tehát ukrán állampolgárként is jelentkeznek belépés, illetve a magyar útlevél birtoklásával magyar állampolgárként is.
tehát nagy különbséget nem lehet itt látni. Az utasnak a szíve joga, hogy melyik állampolgársága szerint itt lehet használni. A vízummentes utazás az Európai Unióban volt az a kézzelfogható és rövid távon elérhető előny, melyet az ukrán lakosságnak az európai integrációs irányvonalat támogató része várt, és amiért a Jevromajdan elnevezési tüntetés sorozat elindult 2013 őszén, miután az uniós társulásra történő felkészülési folyamatot váratlanul leállította az akkori államfő, a jelenleg Oroszországban bujkáló Viktor Janukovics és kormánya. Önök a Határtalanul című magazinműsorunkat látták Magyarország és a környező országok együttműködéséről. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra! A műsort támogatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium.